Még 2016-ban pályázott a Vasmegyeri önkormányzat a település óvodájának felújítására és bővítésére. A beruházás elkészült, pénteken átadták a gyermekek számára az új épületet. A Mesevár óvodában eddig 3 vegyeskorú csoport volt, 85 fős létszámmal. A nevelési év 2 évvel korábban is már csak engedéllyel indulhatott, mivel túllépték a maximális létszámot, így az akkor meglévő épület és az udvar is szűkösnek bizonyult. Nem volt betegszoba a gyermekek számára és fogadó szoba sem, ahova a szülői megbeszéléseket szervezhették volna az óvónők. Az átalakítás követően az óvoda már meglévő területe ingatlan vásárlás útján jelentősen bővült, így már lehetőség volt egy új épületszárny megépítésére és egy új udvarrész kialakítására. A már meglévő épület teljes átalakuláson ment keresztül. A tervezett bővítés során az épülethez új helyiség és funkciók is kerültek kialakításra. A bővítés során előtér, gyermekmosdó, öltöző lett kialakítva minden csoportszobához. Kialakításra került még tornaszoba, fejlesztőszoba, betegszoba, külön gépház, szennyes raktár és különböző funkciói irodák. Az új épület akadálymentesített lett, valamint környezetbarát megoldásokat használtak az építés során, így például napelemes rendszert alakítottak ki. A Vasmegyeri Mesevár óvoda korábban 334 négyzetméteren működött, ezentúl már 930 négyzetméteren, 40 helyiséggel várja a legkisebbeket. Eszközbeszerzést és új udvari játékokat is tartalmazott a közel 280 millió forintos fejlesztés. Ezt a terület és település fejlesztési operatív program biztosította. Vasmegyer is megtalálta azokat a fejlesztési forrásokat, megtalálta azokat a fejlesztési lehetőségeket és szükségszerűségeket, ami igen kell ahhoz, hogy 21. században élhető falu legyen. Higgyék el, nem könnyű. Hiszen önök is hallottak híreket, hogy 40 centis lelátó, meg mindenféle ilyen hír. Ami biztos fontos, de nem a legfontosabb. És itt Vasmegyeren tudják, mi a jó irány. Tudják, merre kell menni, tudják, merre kell haladni, és tudják, hogy mi a jövő. Vasmegyeren további 250 millió forintból 3 közintézmény energetikai korszerűsítése is megtörtént a közelmúltban. Így a polgármesteri hivatal, az általános iskola és a szociális szolgáltató központ épülete vált környezetbarátabbá.